Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Mondtam, hogy kultúra és a kultúra egy zsidó televízióban az akkor feltétlenül Burgula András a Gólem Színházból. Szia András, jó szép reggelt, jó reggelt! Kívánok. Miért hiszem én azt, hogyha zsidó kultúráról beszélünk, kortárs kultúráról, akkor az a Burgula féle Gólem? Összeforrt a nevemmel a Burgula és a zsidó kultúra, még majdnem rímel is. De hát én ebben utazom. Kőbányai mondta régen azt, mert véletlenül én beszéltem egy könyvön, nem cipőt a cipőboltból, kultúrát a Kőbányaitól. Valószínűleg azért, mert főleg azért, bármennyire is elégetem magam így a közéleti felszólalásaimmal, még mindig a kultúra, ami az én nevemhez kötődik, hála az égnek, és 15 éve ezt csinálom a Gólem Színházban. A közéleti felszólalásod az tulajdonképpen nem égeti, hanem maga az a kultúra. Tehát a különböző mozgástani gesztusaid, amire Freud biztos valami érdekes dolgokat mondana, és... az a kis csípős izraeli hucpéd, az szerintem mérvadó, érthetővé teszi azokat a közéleti véleményeket is, amik elhangzanak tőled. Most ezt, ha jól értem, most bókorsz, mert én ezt úgy veszem mindenképp. Ezt én nem kritikának szántam, én ténymegállapításnak szántam. Az nagyon kedves, köszönöm szépen. Szerintem nagyon fontos, hogy tudjunk úgy kritikát megfogalmazni, hogy közben nem harapjuk el egymás torkát. Ugye jelenleg Magyarországon a közélet az úgy történik, hogy ahhoz, hogy nekem igazam legyen, te dögölj meg. És szerintem ez nem kell, hogy így működjön, szerintem tudunk egymás mellett is élni, úgyhogy nagyon különbözőek az értékeink, nagyon különbözőek az életmódunk, de nem kívánjuk egymás halálát, hanem azt kívánjuk, hogy mind a ketten boldogok legyünk. És szerintem ez működőképes koncepció. Lehet, hogy ez azért van, mert hosszú időn keresztül ugyanazokon az emlőkön nevelkedtünk, az izraeli közszolgálaton, az izraeli rádió, televízió és a médián, ahol üvöltöznek egymással. Tehát a műsorvezetőnek a fő feladata betapasztani, hogy de elég, kikapcsolom a mikrofonot, aztán a végén valamikor azt mondják, hogy hát természetesen egyetértünk. Tehát ez miért nem honosodik meg mi nálunk is? Hát mi is ugyanolyan emberek vagyunk itt is. Szerintem meghonosodik, csak tényleg a politikai életben ez elképzelhetetlen, hogy mi egyetértsünk valamiben. Azt gondolom a politikusok, hogy az ő szavazóik azt akarják látni, hogy vagy mi, vagy senki más, vagy mi, vagy az ország elbukik. Miközben ez nincs így. Én azt látom, és tényleg anélkül letenném a voksomat a baloldal mellett, ami vagyok Izraelben, hogy a jelenlegi kormány is működteti az országot. Tehát nem omlott össze a közigazgatás, nem árasztották el a nem tudom melegek, az arabok, a nem tudom kicsodák az izraeli közéletet. Jó, ez a társítás, az arabok és a melegek. Na de hát, hogyha egy parlamenti képviselő lehet meleg, akkor akár én is lehetek meleg, és akkor tüntethetek az ellenőt, annak ellenére, hogy fizikailag az vagyok, vagy nem vagyok, hogy genetikai selejtnek hívjanak. Szerintem nagyon fontos, igen, miért hogy legyen. Miért nem nyílik ki egy őskeresztény, konzervatív ember zsebébe a bicska? Azt hiszem, hogy most már Dávke kinyílt, mondjuk ne késeljenek, mert azt nem szeretném, de hol élünk? Hát egy ilyen vadkeleten élünk most, és én nagyon szeretném, hogy nem azt mondom, hogy mindegy nekem, hogy kikerül hatalomra, én csak azt kérem, hogy bárki is a következő választásokon Magyarországon vezető pozícióba kerül, hogy egy kicsit nyugtassa meg a közösséget, és ne feltétlenül ez az állandó harcban élés folyjon. Ez egyébként a művészeteknek sem tesz jót, tehát hogy hiába mondják, hogy a múzsák virágoznak a közben is, miközben az ágyuk dörögnek, azért ez megnehezíti a dolgunkat, mert az emberek egy olyan felfokozott idegállapotban vannak a közélettől, hogy a fontos dolgokra, család, szerelem, szabadság, bosszú, bukás, siker, ezzel azt gondolják, hogy nem kell foglalkoznunk, mert a mindennapi dolgokkal kell foglalkoznunk. Ez nincs így. Nekünk fontos, hogy az életünkben legyen pár perc,
amikor nem a napi, a napi szennyben vájkálunk, hanem egy kicsit elvonatkoztatunk, olvasunk, színházba megyünk, mozit nézünk, és egy kicsit magasztosabb eszmékkel is foglalkozunk. Ez nagyon-nagyon fontos mindenkinek személyesen, és azt gondolom, hogy egy ország idegállapotának is. A Tel Avivi Egyetemen nem a matematika fakultásra jártál, hanem a művészetre. Annak is a legfurcsább ágazatára. Így most arra kérlek, hogy rendezd meg nekem, légy szíves, azt a jelenetet, már nem csak nekem, mert nekem elképzeléseim vannak. Persze lehet, hogy én nem vagyok jó forgatókönyvíró, mert nem azt tanultam. A nézőinknek, hogy győzött az ellenzék, és éppen kiszológiáról van szó, székosztásról. Uh-huh. Létrejön a koalíció, na ezt a jelenetet szeretném én látni. Ez az, ami álmaimba előjön, és akkor gyorsan fölébredek, és hideg vizet iszok, és a zuhany alá megyek, hogy az álom heshes kirepüljön. Igen, ez valóban egy nagyon izgalmas kérdés. Egyébként van például egy jelenetünk a Kiválasztottak című előadásunkban, ami arról szól, hogy egy nap eltűnnek a zsidók, és akkor van egy ilyen kormánygyűlés, nem mondjuk, hogy a mostani, vagy egy képzeletbeli kormány, ahol azt próbálja kideríteni, hogy ha most eltűntek a zsidók, akkor kiket fogunk hibáztatni mindenért. Itt fogunk utálni. Így van, és egy nagyon érdekes kis jelenet, ami már megszületett, és szerintem az legalább ilyen izgalmas, de azt kell, hogy mondjam, hogy én ebben is látok az izraeli példában valami előremutatót, tehát az, hogy egy kormány úgy kerül hatalomra, hogy azt mondja, hogy mi 2 év után váltani fogunk kormányfőt. Én szerintem ez egy fantasztikus, izgalmas lehetőség, és szerintem akár a magyar közéletbe is átültethető, feltéve a be is tartják az ígéretet. Hát így, ahogy mondod, feltéve a betartják, de hogy én nagyon izgalmasnak látom. Egyébként nekem is rémálmaim vannak ettől, tehát hogyha arra gondolok, hogy mondjuk a kulturális tárca, vagy a belügyi tárca, vagy nem tudom milyen tárca kerül a jobbikos vezetés kezébe, akkor a gyomorsavam kicsit többet termel annál, mint ami egészséges. Én erre azt mondtam, hogy nincs annyi dedalon, felvásárható dedalon a magyar fővárosba, ami meg tudná az én gyomromat nyugtatni. Ezzel én is erre gondoltam, hát persze most megint én vagyok a Lucifer, mert mi az, hogy a magyar nemzetbe én ennek hangot adtam? Hát ott ad az ember hangot, ahol egyáltalán leírják. Egyrészt teljesen igazad van, én is azt gondolom, hogy nagyjából körülbelül 1500 olyan kellemetlen beszólást kaptam, aki végig se olvasta, csak azt mondták, hogy ja, Breuernak hibátlanul volt leírva a neve, hány ingere van, meg azt mondtam, hogy az Orbán-féle Fox interjú egy interjú volt, amit imidzset épített. Na, ezért én vagyok ma a fekete ülepű, hogy finoman fejezzem ki magam. Én nagyon szeretném, hogyha tudom, hogy én egy nagyon naív ember vagyok, és ezért is dolgozom művészként, hogyha tényleg nem esnénk egymás torkának. Tehát neked megvelhet a véleményed, az a te saját ügyed, ennek hangot adhatsz abban a médiában, amiben téged felkérnek, hogy mondd el a véleményed, akár itt, legyen ez bárhol máshol, és mondjuk, hogy egy jó kis képzavarral érjek, nem feszítenek ezzel keresztre, mert tudjuk, hogy már egy-két zsidót keresztre feszítettek, aztán mi lett belőle. Hát igen, erre különösen oda kéne figyelni, de én a lámpavastól is félek, mert hogy néznék én ki így ilyen félrehajlított fejjel, szóval valahogy az... Nem, semmiképp nem jó. Szerintem mindenki gondoljon magába, amit gondol, ne értsen vele. De tényleg ilyen undorítóak lennénk mi, hogy ennyire kell utálni minket? Nem. Mert én benézek a tükörbe, és egy nagyon herci kis öreg zsidót látok, aki már sok mindent látott, és néha jó kedve van, és akkor hülyeséget beszél, de az a saját fejemből, tehát nem mások receptjei alapján. De még egyszer mondom, szerintem tényleg az emberek, akik sokszor szennyet okádnak föl, ő nekik azt szokták mondani, vagy én azt hallgattam, bocsánat, ugyanarról fogok beszélni, nem a mondatot szakítottam félbe, és valami másról, hogy amikor egy mutató újat látunk, akkor lássuk, hogy 3 új közben magunkra mutat. Tehát, hogy amikor mi valamit visszaokádunk, akkor keressük már magunkba is, hogy mi a probléma, mivel vagyunk mi elégedetlenek, mi a baj velünk esetleg, amit most mi kiadunk, éppen arra az újságíróra, színészre, közéleti emberre, rendezőre, politikusra. Én nem vagyok egy nagy támogatója a jelenlegi rendszernek, mégis azt gondolom, hogy meg kell maradni bizonyos keretek között, ami a jó ízlés keretei. Milyen jó, hogy különbségek vannak közöttünk, én pedig úgy szeretnék ilyen
ilyen konzervatív kispolgár lenni. Nekem azért vonzó ez a mostani rendszer, mert úgy belegondolom magam, egy ilyen kis budai kis keresztény kispolgári életbe, mondjuk biztos osztályidegen lennék ebbe, de ez vonz, ebbe találok valami vonzót. Szerintem ez működhet úgy is, hogyha váltunk kormányt, és más csinálunk. Én azt gondolom egyébként, hogy csak hogy így visszahúzzam magunkat a művészetekbe, hogy ott is szükség lenne sokkal több toleranciára, és most éppen ugye azt mondja a jelenlegi kultúrás vezetés, hogy az inga kileng a másik irányba, és hogy ez mindig így van, eddig a liberálisok, vagy mi eddig a nem tudom, baloldali, liberális, meleg zsidó lobby határozta meg a kulturális életet, és most pedig valamiféle keresztény... Már megint belenyúltál abba a bizonyos kellős közepben. Mi az, hogy a meleg liberális zsidó? Hogy kerül ez össze? Miért meleg az csak az lehet, aki liberális meg zsidó? Az nagyon fontos, hogy megkérdezz azokat, akik ezt összemossák. Tehát, hogy valóban ennek a három dolognak semmi köze. Hát erre kedvesen azt mondják az izraeli televízió, hogy azok döfük. A defektnek a szépített... Imbecil, mondaná a francia, hogy akkor igen, még... de ez egyszerűen nevetséges. Hát az származástól függ, vallástól, vagy... Tehát ennyire debilek nem lehetnek a 21. századba. Valószínűleg ez nem függ az idő haladásától, tehát mindig vannak debilek, 3000 évvel ezelőtt is voltak, meg most is, csak most már nem tudom, remélhetőleg. Lehet, hogy nézőink nem értik a kifejezést, hogy debil. De szerintem. Mert mi nem az igazi klinikai esetekre gondolunk, akiket orvosok kell, hogy meggyógyítsanak, hanem az önkéntes defektekre, akiknek világnézetük ütődött meg valahol. Na jó, mi nem buzdítunk az egyneműek házasságára, mert én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, én meg nem szólhatok a te nevedbe, de nekem erről a Jézus Krisztus szupersztár sztori jut eszembe, hogy virágozzék minden virág, mindenki lovagoljon olyan lovon, ahol jól esik neki, egész addig, ameddig ez közös megegyezés alapján van, és korhatárt betartva. A többi meg mindenki saját maga dolga. Én is azt gondolom, bár én nekem fontos, hogy kiegészítsem azzal, hogy ennek az, én azt remélem, hogy az állam egyszer ezt jogilag is egyenlő platformra hozhassa. Tehát, hogyha ez már... Ettől te még nem fogsz tudni gyereket szülni. Ez teljesen igaz. De örökbefogadni tud? Ez nagyon fontos lenne. Most jelenleg, hogyha nem meleg lennék, nem tudnék. De mondjuk, hogy meleg vagy. Igen. Nem jobb helye lenne egy gyereknek nálad, egy kulturált meleg pasinál, mint egy állami gondozottnak egy intézetbe, ahol mindenféle ízéknek ki van téve? Szerintem ezerszer jobb helye. Mert hogy nekem, minek utána én olyan öreg vagyok, vannak barátaim, ismerőség, volt évfolyamtársaim, akik nogdacú nem csak zsidók, nem csak izraeliek, hanem melegek is, és van olyan, amelyik 5 gyereket fogadtak, nagy családba élnek, és van 2 papa és 2 mama, és mindenki, és képzeld el, az utódok, azok is most már a 20 fölül vannak, mert már elég öreg vagyok, mind teljesen straight, normális emberek. És a világ nem állt meg. Forog és tovább a föld. Forog tovább. Te valamikor katona is voltál, igaz? A katonaságodról, illetve a katonaságról való megemlékezéseidből a 21. század Svejkje jutna eszembe, Svejk a 21. századba, tehát lehet, hogy ő utánzott téged, vagy neked. Libanonból újból lőtték Észak-Izraelt. Igen. Az izraeli légierő visszapattantyúzott, és lásd csodát, a drúzok a faluból, abból igen, a faluból, ahol 2014 óta nem lőtték Izraelt, elkapták ezt a Hezbollah hívőt, a GIT egylet tagját, majdnem meglincselték, igen, elszedték a pattantyúit neki, aztán átadták a libanoni katonasságnak. Lehet, hogy akkor nem mindenki az életünkre akar törni? Igen, én is láttam ezt a videót, sőt, a családom, akit kicsit kevésbé érint ez érzékenyen, vagy kevésbé tudja ezt hova tenni, azoknak nagy boldogan mutogatva, hogy nézzétek, ez milyen fontos dolog. Én azt gondolom, hogy ez nekem azt írták a közösségi oldalra, hogy öngyűlölő hülye vagyok, mert nem értették a... Szerintem ez mérföldkő is lehet. Én azt gondolom, hogy a drúzok amúgy is egy roppant izgalmas és nagyon fontos közösség. Ugye mit tud a magyar társadalom róluk?
Micsoda? Mit tud a magyar társadalomról? Semmit. Az izraeli társadalom is keveset, de azért tudják, hogy mindig lojálisak az adott országhoz, amiben élnek, és én azt gondolom, hogy itt most egy nagyon fontos dolog történt, amikor egy közösség megakadályozta, hogy a benne élő szélsőségesek elvigyék egy ilyen irányba. És nekem ez egy olyan fontos üzenet, és egy olyan jó, pozitív dolog volt a hétvégén, hogy nem is tudom, jó hétvégén volt emiatt. Én ezt megpróbálom a hétvégén népszerűsíteni egy másik televízióba, ahol vendég leszek úgy, mint te most itt vagy, ahogy te szoktál egy másik televízióba. De a nézők biztos azt fogják mondani, hogy megzakkant az öreg zsidó. Mert? Mert hogy gondolják, hogy ilyen nem létezik. De létezik. Az életünk, nem is tudom, pozitív irányba kell, hogy menjen, vagy legalább hinnünk kell ebben. Dörömből az ajtón egy zsidó szemüvegen készült objektív híradó, és lesöpör minket, de annyi idő azért még van, hogy megkérdezem, hogy mikor álltok színpadra, és mit még mielőtt a vírus fog dörömbölni az ajtón. Nagyon köszönöm a kérdésedet. Szeptember 7-én állunk színpadra. Elindult a jegyeladás, tehát azt kérem, hogy aki szeretné, hogy a Gólem Színház életben is maradjon, az most menjen föl az oldalunkra, és vásároljon jegyet, mert nekünk a közönségünk a közösségünk. És mielőtt azt mondaná a médiahatóság, hogy ez egy hirdetés volt, egy politikai műsorban, tévednek, kedves hatóság, ez a közösség azért van, hogy tisztán lásson a nagy közönség, és azért megyünk színházba is, hogy jól érezzük magunkat. Ez nem a reklám helye volt, nem mondtuk meg, hogy mit és hány órakor adnak elő. Eddig tartott ma a híradó, természetesen ma is lesz Pirkadat extra, tartsanak velünk, és akkor most jöjjön az általam vélt objektív híradó. Valakinek építő jellegű véleménye van, ne tartsa meg, ragadjon tasztatúrát, vagy egy drága Mont Blancot, vagy egy ilyen 1 forintos tollat. Írhat nyugodtan, könyörgöm, tudják milyen, éjfél után nem telefonálunk, mert nekem is kell aludnom. Rajta jöjjön a híradó. Köszönöm.